Szép angyalka ültette, kis Jézuska küldötte, diós mákos kalácsot, tiszta boldog karácsony. Üljünk vidám ünnepet, Jézuska megszületett. Üljünk vidám ünnepet, Jézuska megszületett. Újra élettel telt meg a Bonyhádi Gondozási Központ nappalia. Együtt ünnepeltek az idősek és dolgozók, ugyanis hosszú kihagyást követően az intézmény ismét megtartotta a karácsonyi rendezvényét. Az eseményen jelen volt a város polgármestere is, aki néhány gyerekkori emléket idézett fel. Minden évben nagy örömmel jövök ide, és nem csak ilyenkor, adventkor a karácsonyra várva, hanem azért valamennyi napján. Bár talán a pandémia megnehezítette a többszöri találkozást, de mégis amikor lehetőség volt rá, azért több alkalommal tudtunk találkozni. Elsőként az jutott eszembe, amikor arra készültem, hogy végig gondolom, mivel köszöntöm ma önöket, hogy több mint 40 évvel ezelőtt, az pontos időt már nem tudom, de olyan negyedikes, ötödikes lehettem, amikor ugyanebben az intézményben, ugyanebben az épületben, ugyanebben a teremben, én is, mint most a lányok diákként itt voltam az osztálytársaimmal, és egy karácsonyi ünnepségen előadást tartottunk az akkori időseknek, akik itt voltak a klubban. És ezt már csak néhány tudják azok közül természetesen, akik velem együtt akkor felléptek, de néhány fotó ezt megörökítette. Már tradíció, hogy minden évben a karácsonyi ünnepség keretein belül ítélik oda az Amrein Anikó díjat a központ egyik munkatársának. Karácsony a szeretet ünnepe. Nagyon jó érzés adni. És ilyenkor nem csak adakozás van, hanem ugye végig gondoljuk, hogy az egész év folyamán ki az, akit díjra jelöljünk, hiszen mindannyian érdemesek arra, hogy ezt a díjat megkapják, mégis valakit ki kell emelni. Számomra az volt a fontos tény, hogy 17 éve dolgozik az intézményben a kollega, és ráadásul minden időssel kapcsolatban áll. Ő olyan sofőr, hogy mindenkihez kijár területre, szállítja be az időseket, nem csak tanyagondok, támogató szolgálati végzettsége is van. Tehát egy olyan komplett szakember, aki érdemes főként erre a díj elnyerésére. Az év szociális gondozójának és ápolójának járó kitüntetést ezúttal Elmanuel Mihálynak ítélték oda, aki meghatódva könnyek között mondott köszönetet munkatársainak. 2004 óta vagyok a gondozási központ alkalmazottja. Először mint gépkocsi vezető voltam. Későbbiek folyamán a főnök asszony látott bennem valami fantáziát, elküldött szocgondozó ápolóiskolába, azt elvégeztem, majd utána elvégeztem a falu tanyagondnoki szakképzést. Azután elvégeztem a támogatószolgálatos sofőr képzést, és miután megvoltak az iskoláim, akkor lettem falu tanyagondnok. Ami azt jelenti, hogy Bonyhád környéki tanyavilágban élő embereket látom el, szállításban, ha olyan egészségügyi problémájuk van, akkor a házi betegápolásban besegítek nekik. Az empátia és a szeretet. Ez anélkül nem megy. Empátia, szeretet és szívvel, lélekkel csinálni. Szívvel, lélekkel. Ez nem egy gyári munka, hogy odaállok a szallad mellé és végzem a munkámat. Itt minden ember más. Minden emberhez másképp kell viszonyulni, másképp kell hozzáállni. El kell tudni fogadni őket. Ugye az idős emberek, mondhatjuk úgy is, hogy második gyerekkorban vannak, ahogy a gyerekekkel is nehéz bánni, úgy az idősekkel is. De úgy érzem, hogy szeretnek, megbecsülnek az idősek. Itt az Ámrai díjátadáskor éppen látszódott is, az jött ki rajtam. Az eseményre azok a tanulók is meghívást kaptak, akik az 50 órás közösségi szolgálatot az intézményben végezték el. Nekik lehetőségük volt egy-egy idősnek ajándékkal kedveskedni. Jó élmény volt, és nagyon segítőkészek voltak. Ebédet hordtunk, az idősekkel foglalkozások voltak. Még mamám is dolgozott itt a másik felébe, ott lentebb, és mondta, hogy jöjjek fel ide az 50 órát elvégezni. Vajda Józsefné Marika nénit választottam. Nagyon szimpatikus személy volt számomra, nagyon aranyos volt, és így megszerettem. Nagyon jó élmény volt, lehetett látni, hogy ez egy összetartó csapat, és mindenképpen hát ugye kedvességet tapasztaltam, hogy az idősek is nagyon kedvesek,
és Anus nénit, akit húztam, vagy választottam, megtanított sütni, főzni is. Részben megváltozott, mert attól függetlenül ugyanúgy tiszteltem őket, de most talán egy kicsit jobban, meg nyitottabb vagyok feléjük. A remény lángjának mindig égnie kell, soha nem szabad kialudnia. És így a négy lángot, békét, hitét, szeretetét és reményét őrizni kell mindörökre. Az előző évben nem tarthattunk karácsonyi ünnepséget, hiszen a pandémia miatt zárva tartottunk. Kerültünk mindenféle kapcsolatot, személyes kapcsolatot az idősekkel. Az idén szerencsére ez megvalósulhatott ilyen formában. Nagyon boldog vagyok, hogy ezt a rendezvényt meg tudtuk valósítani, hiszen a legnagyobb öröm számunkra az, amikor látjuk az időseket mosolyogni, hogy végre kicsaljuk az otthonukban egy kicsit őket ebbe a kis közösségbe, ahol nagyon jól érzik magukat. Hát a pandémia nagyon megnehezíti, mint minden intézmény életét. Az első fél évben még lájtosan voltunk nyitva, de májustól teljes gőzerővel dolgozunk. Sajnos új feladatokat is rótt ránk ez a pandémia helyzete. Nagyon sok időst inkább mi látogatunk az otthonába, mint hogy bejöjjön ide a klub helységbe. Most is csak a fele létszám volt ezen a rendezvényen jelen, hiszen nagyon tartanak az idősek a veszélyhelyzettől, és hogy el ne kapjanak valamit, ami érthető, hogy ezt a döntést hozták meg, de örülök, hogy azért ekkora létszámmal itt voltak. Az időseket végül házi süteménnyel és egy ételcsomaggal ajándékozta meg a Bonyhádi Gondozási Központ, ezzel kívánva nekik kellemes karácsonyi ünnepeket.